Éles helyzetben is ez a tűzjelző figyelmezteti a bójai diákjait a veszélyre, ám szerencsére most egy tűzvédelmi gyakorlat miatt szólalt meg a csengő. Az egyik teremből ugyanis füst szivárgott, amelyet a mosonmagyaróvári tűzoltók egy géppel idéztek elő. A katasztrófavédelmi igazgatóság egyik súlyponti témaként kezeli az oktatási intézményeknek a tűzvédelmét, ezen belül is egyrészt a használati szabályok betartatását, másrészt pedig pontosan a tűzriadó terv életszerű végrehajtását. És ennek helyszínéül választottuk mi a bójai iskolát, itt az elsősök, illetve az alsó tagozatosok, illetve egy helyen még az ötödik osztályosokat vontuk be. A bójai diákok nagyon fegyelmezetten hajtották végre a gyakorlatot, betartották a felnőttek utasításait, és bőven a megadott idő alatt hagyták el az épületet. 6 perc állt rendelkezésükre, ám az utolsó gyermek is 3 perc után már kínált az udvaron. A feltételezés az volt, hogy az egyik iskola tantermében benne maradtak egy osztály, akiknek az volt a feladatuk, hogy a kint lévő füstöt, ezt egy füstgéppel imitáltuk, megakadályozzák, el tudták tömíteni az ajtóréseket, az ajtót zárva hagyták, és fegyelmezetten megvárták, míg a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók az ablakon keresztül kimenekítik őket. Szerencsére Mosonmagyaróváron és a térségben nem jellemző az iskolában történő tűzeset. Ebből a szempontból inkább a kollégiumok vannak veszélyeztetve. A diákok izgalmasnak tartották a feladatot, és már azt is tudják, hogy mi számukra a legfontosabb tanács. Ha tűzüt neki az iskolában, mindig a tanárok utasítását kell követni. Csapott papotot hagyni, és az egész osztály kivonult, így itt a sportpályára, és akkor a tanárnénink megszámolták, hogy mind itt vagyunk-e, és akkor itt várnunk kellett, amíg a tűzoltók nem mondották el a tüzet, és utána visszavonulhattunk. Be tudjuk gyakorolni, és nem úgy csak, hogy a fejünkben van, így élesben is kipróbálhatjuk, megnézzük, hogy milyen, és hogy mit kell még javítani esetleg, ha valamit nem jól csinálunk. Csengettek. Az volt a legjobb, mert úgy megijedtem, és úgy szaladtam kifele.